Szeretettel köszöntünk mindenkit, sajnos meg mindig az online térből, és nagyon köszönöm a meghívást, mert ez az egyik szívügye az osztályunknak, a gyerekkori stroke ellátása, és számos változás történt az elmúlt időben, amiért érdemesnek tartottam, hogy erről beszámoljak. Ha megfigyeljük a gyermekkori sztrókot, akkor érdekes módon lényegesen több a hemorágiás, mint felnőtt korban, közel a sztrók esetek 50%-a. Az isémiás sztrók is egy 40-50%-ot képvisel, és a szinovenózus trombózis 10-15%. Sajnos a sztrók még mindig a 10 vezető gyermekkori halálok egyike, és bármely eredete van, csak 30%-ban gyógyul maradvány tünet nélkül, és magas a mortalitása, még mindig 5-10% közötti. A jelen előadásban kifejezetten csak a gyermekkori sztrókról fogok beszámolni, aminek a patomechanizmusa és a tünettana teljesen más, mint a perinatális sztróké. Ezt az élet 29. napjától 18 éves korig számítják. A gyerekkori sztrók tünettana nem nehéz, sem a felismerés se. Számos nagyon a blikfangos plakát is készült erre már Amerikában is, meg Angliában is. Tehát hemifaciális gyengeséget látunk, vagy hemifarézist az estek nagyon nagy százalékában. Amennyiben domináns féltekét érint, akkor beszédzavarral társul. Ha posztek... ...a házi orvosokban, hanem az időveszteség miatt. Kezdjük el. Jó. És milyen felismerési nehézséggel találkozunk a mentőknél? Ez szintén egy ausztrál felmérés, ahol az egyik legjobban megszervezett a gyerek stroke-nak az ellátása. Ott a hívások, hogy befutnak a mentőkhöz, úgy találták, hogy a diszpécserek csak 21%-ban gondolnak arra, hogy gyerek stroke-ról van szó. A mentőtisztek se sokkal magasabb százalékban, de amennyiben a hívást a gyerekrohamkocsi személyzetéhez továbbítják, ott már 68%-ban vetik fel a stroke lehetőségét. Vagyis minden szinten, és Magyarországon is igaz ez továbbra is, diagnosztikus késlekedést élünk meg. Tehát nem számolnak az emberek gyerekkorban stroke-kal, későn fordulnak orvoshoz, átlagosan 6 órán belül, 50%-uk nem is mentőt hív, és sajnos el kell mondjuk azt, hogy a gyermekgyógyászokban ugyanez a tévhit megvan, hogy nem nagyon gyakori gyermekkorban a stroke. A diagnózis radiológiai megerősítése pedig területfüggő, ezt mindannyian tudjuk, hogy vidéken a koponya MR vizsgálatokhoz való hozzáférés lényegesen nehezebb, mint Budapesten vagy egy megyei központban. Nehezíti a dolgot az, hogy a szedáció szükségességére is sor kell kerüljön a legtöbb esetben. És ami nagyon fontos, és ezt viszont a gyerekneurológusok közt is erősen terjesztük, hogy roppant félrevezető egy isémiás stroke esetében egy fals negatív koponya CT. És a világon mindenütt az esti órákban és a hétvégén lényegesen rosszabb a helyzet. Miért is ne CT készüljön? Ez egy 5 éves kislány, akinek volt egy varicella fertőzés, és ezt követően lázasan, 2 hónappal később görcsölt, és eszméletlenül hozták az SB-onkra. Akkor nem volt még az MR-i vizsgálatokhoz való hozzáférés olyan könnyű, úgyhogy készült egy natív koponya CT, amit ha itt megmutatom, sajnos utólag az értékelésben látta, hogy itt már látszott a denzitásbeli különbség, de ezt akkor negatívnak adta ki. A gyerek továbbra is béna maradt, és tudatzavaros volt, sőt a rohamai is ismétlődtek, úgyhogy 12 óra múlva az ismétlésen viszont látjuk, hogy egy hatalmas kiterjedésű sztrókja van. Annyira hatalmas, hogy ez az MR felvétel már a dekompresszív hemikraniektómiát követően készült. És mivel gyerekből van, ez a kislány épp nemrég járt újra az osztályon, mivel gyerekből van, felépült, újra beszél, mert a domináns féltekét érintette a stroke, és van egy facioboraheális túlsúlyú parézise, amivel élni tud, de esetleg elkerülhető lett volna. Ezért a sürgős koponya MR vizsgálatot kell végezni stroke gyanúja esetén. Mi a helyzet az SBO-kkal? Az SBO-kon is készült felmérés Ausztráliába, és érdekes módon ott is a kollégák csak 60%-ban tartották stroke-nak.
40%-ban az első diagnózis a stroke mimik volt. Az oka teljesen érhető, hiszen az SBO-t fokális neurológiai tünetekkel felkereső gyermekek 60-90%-ának tényleg nem sztrókja van. A stroke mimikkel érkező gyermekek 40%-ának viszont súlyos betegsége van, ahol az ellátásban az időfaktor számít. Az elkülönítés nagyon nehéz, kevés a támpont. Mik is azok a stroke mimikek, az úgynevezett stroke-ot utánzó történések? A leggyakoribb, amelyet mindannyian ismerünk, a aurás migrén. Igen gyakori a rohamot követő totparézis. Itt azt tudjuk elmondani, hogyha ez fél órán belül nem oldódik meg, vagy nem látjuk azt, hogy a parézis mérséklődik, akkor komolyan fel kell vessük a háttérbe a stroke lehetőségét. Nagyon becsapósak a pszichogén történések, és félrevezetőek. Egyes esetekben a perifériás arcidegbénulás, és meg tud viccelni sokakat, és a vázrendszeri betegségekből adódó végtag használati kímélet szintén fals irányba tereli a gondolkodást. Vannak súlyos betegségek, amik általában a kórházban sztrókot vagy sztrók jellegű tünettant elszenvedett gyerekeknél kell felvessünk. Ilyen a posterior reverzibilis enkefalopátia szindróma, az akut diszeminált enkefalomielitis, bármely központi idegrendszeri gyulladás, vagy metabolikus stroke, és a daganat, vagy a gyógyszerintoxikáció is becsaphat minket. Erős tévhit az, és ezt szintén a házi gyermekorvosok között szeretnénk elosztatni, hogy szégyen az első aurás migrénnel az SBO-ra küldeni a beteget. Egyáltalán nem szégyen, ezért vagyunk ott, mert megadatik az, hogy hozmetszetébe figyeljük a beteget akár 30 percig, és erre vannak az SBO-k. Tehát ezt maximálisan támogatjuk. És akkor itt a nehéz kérdés, hogy mikor kell akut MR-vizsgálatot végezni stroke protokoll szerint gyermekekben. Minden olyan esetben, ha hirtelen kezdődő fokális neurológiai tünet van, ha perzisztáló posztiktális parézis, ha megváltozott tudat, és vagy ismétlődő rohamokkal állunk szembe. És a képalkotás a létező leggyorsabban kell megtörténjen, hogy a kezeléssel ne késlekedjünk. Rövid méréssorozatokkal a diagnózist igazolni lehet, ezt követően, amennyiben kizártuk, akkor ez egy rövid vizsgálat, ha megerősítettük, akkor hosszabb. Mik azok az etiológiai tényezők, amiket ma már potenciális rizikófaktorokként említünk, amelyek előfordulása és együttes fennállása esetén kialakulhat a stroke? Legerősebben szívbetegség kapcsán rá gondoljunk, az éghajlata jövőnkön nem jellemző, de a sarlósejtes vérszegénység, és nálunk a vashiányos anémia az, de leggyakrabbak az érbántalmak. Több mint 50%-ban ezek állnak a háttérben, ez vagy elsődleges, vagy másodlagos központi idegrendszeri vaszkulitis, vagy az arteriális diszekció. A veleszületett vagy szerzett protrombotikus betegségek is belejátszhatnak a kialakulásba, vagy metabolikus sztrókkal is találkozhatunk. Milyen az, amikor valaki jókor, jó helyen van? Ez egy szintén 6 éves gyermek, akinek a családjában nem volt migrén, jobbkezes és szintén bárányhimlős volt. Ezt követően 3 hónap múlva erős bal halántéktáji fejfájásokat jelzett, amelyek spontán oldódtak, ezzel nem nagyon foglalkoztak a szülei, de közben az édesapja elvégzett egy mentős tanfolyamon, és elmentek nyaralni a Balatonhoz, ahol egy reggel jött egy ugyanilyen bal temporális fejfájása, amit egy jobb centrális faciális parézis és motoros afázia kísért, és a jobb karja paretikus volt. Itt van a face arm speech time, az apja azonnal felhívta a mentőket. 1 órával később a kaposvári SBO-n felismerték, hogy TI-ja vagy stroke-ja van. Betették az MR-be, ahol is látható az, hogy a baloldali média arborizációja teljesen szegényes, és ennek a gyereknek akkor még nem volt sztrókja, csak TI-ja volt. Megkezdtük a kezelést, és a kezelés hatására már gyakorlatilag 6 hét múlva már látszik, hogy az erek praktikusan megnyíltak. És akkor amiért tulajdonképpen itt vagyok, ez az egyik legnagyobb előrelépés, hogy a 16 és 18 év közötti artériás és isémiás stroke esetében 2018. októberében megváltozott az alteplásznak az alkalmazási előirata,
és az IV trombolízis kritérium rendszerét betartva 4,5 óráig alkalmazható a 16 és 18 év közötti fiatal akut isémiás stroke betegek kezelésére. Éppen ezért az OMSZ 2018. szeptemberében kiadott egy eljárásrendet, hogy ezen betegeket a stroke kialakulása után 24 óráig potenciális rekanalizációs kezelésre alkalmas esetnek kell tartani, és a megadott felnőtt stroke centrumok közül ki kell választani a legközelebbit, késlekedés nélkül kapcsolatba kell velük lépni. És itt a felnőtt stroke betegekre érvényes magyarországi ellátási protokollt kell alkalmazni. A beavatkozást követően, amennyiben lehetőség nyílik rá, az első 24 órában e centrumok intenzív és őrző részlegében monitorizálják ezen betegeket, és utána átkerülnek az adott intézmény vagy a HEMPAL gyermekintenzív vagy neurológiai osztályára. Melyek ezek a centrumok, azt is érdemes tudni. Budapesten az OKIT vállalta ezt az ellátást, a három egyetemi centrum Debrecen, Pécs és Szeged, és még azon stroke centrumok nyertek kiválasztást, ahol mind mechanikus trombektómia, mind pedig nagy lízis szám van, tehát Miskolc, Szombathely és Kaposvár, Székesfehérvár, Győr, Zalaegerszeg és Nyíregyháza. És mi van, ha 16 éves kor alatti a stroke gyanú van, akkor Budapesten a HEMPAL gyermekgyógyászati intézetbe kell hozni a beteget. Szintén optimális, ha értesítést is kapunk azért, mert jelenleg a 24 órás MR szolgálatunk csak korlátokkal megoldott, de egyre többször van lehetőség akut koponya MR-ű vizsgálat elvégzésére. És amennyiben igazolódik a stroke, akkor sajnos ismét a gyermekmentőt vesszük igénybe, hogy a gyerek rövid időn belül az OKIT-be érkezzen. A sürgősségi ellátás kapcsán 16 éves kor alatt azok a szempontok, hogy gátoljuk meg a trombus növekedését, a reembolizációt akadályozzuk meg, segítsük a korai rekanalizációt és küzdjünk a penumbráért. Leginkább érdekes módon a kismosolyú heparin ajánlott, inkább antikoagulást alkalmazunk, amennyiben kardiogén embólia van, paradox vénás embolizáció, súlyos sztenózis és rasszult áramlás, vagy súlyos protombotikus eltérésekkor, és ami nagyon fontos, az extrakraniális diszekcióban is. Ami nagyon jó hír, hogy gyermekkorban a klinikailag szignifikáns hemorrágiás transformáció igen ritka, előfordulási gyakorisága nem nő az antikoagulás kezelés mellett. És arteriopátiák esetében pedig aspirint használunk minimum 2 évig, de sok esetben egy életen át. Ami nagyon fontos megint csak gyerekgyógyászként, hogy a stroke aspirin kezelése kapcsán nem írtak le Reyes szindrómát, kettős agregációgátlásra pedig nincs szükség. Hogy áll a kérdés a trombolízissel és a trombektómiával? Fontos, hogy nincsenek az RTPA kezelésre és a trombektómia hatásosságáról és biztonságosságáról kellően alátámasztott adatok. Úgy néz ki, hogy a gyerekeknek körülbelül 10%-a lenne alkalmas a trombolízisre, ha a felnőtt beválasztási kritériumokat használják. Az off-label beavatkozások viszont történnek, egy ilyenről magam is be fogok számolni. Mik azok a tények, amiket mégis ismerünk? Gyermekeknél érdekes módon az intervenciós kezelés rizikója magasabb. És kezeletlen esetben is az isémiás stroke gyerekeknél jobb kimenetelő, mint felnőtt korban. De egyértelmű, hogy stroke központban kell kezelni, és ott kell ezeket mérlegelni. Ez egy, tulajdonképpen ezt az állítást, ez egy szisztémás vizsgálat, ami 2019-ben jelent meg, akik nagyon az intervenciós beavatkozások mellett vannak, és úgy érzik, hogy a jelenleg érvényben lévő 2019 AHA-s ajánlások zöme korábbi közléseken nyugszik, amikor még számos ismeretnek nem voltunk birtokában, és ők úgy látják, hogy a gyerekkori esetben is, tehát mik a problémák, kisebbek az erek, kevesebb kontrasztanyagot lehet használni, figyelnünk kell a sugárdózisra, és ami nagyon fontos,
és hogy arteriopátia esetén nem alkalmazható, krónikus sztenózis esetén pedig veszélyes. Megnézték, ez a munkacsoport 113 mechanikus trombektómiát analizált, akit 110 gyermeknél végeztek el, és 90%-oknál úgy látták, hogy jó a hosszú távú neurológiai kimenetel, és 87%-ban megfelelő volt a rekanalizáció. Mindössze 2 halálesettel és 1 szimptomás vérzéssel találkoztak. 16 esetben a gyermekek 5 évesnél fiatalabbak voltak, ami nagyon fontos. Tehát azt a következtetést mondták le, hogy nagy érelzáródás esetén 1 és 18 éves gyermekbetegek kapcsán is mérlegeljük a mechanikus trombektómia elvégzését. Egy másik nagy munkacsoport, a svájci munkacsoport, ahol kiemelkedően Európán belül az egyik legjobb a gyerekkori sztrókellátás megszervezése. Ők egy olyan, azért azt érdemes elmondani, hogy egy olyan helyen dolgoznak, a központ, ahol az idegsebészek a szomszédos épületben vannak, tehát ez biztos sokat lendít az ellátáson. Ők is egy 15 éves anyagot tekintettek át, egy hónaptól 16 éves korig, és azt hasonlították össze, hogy milyen volt a kimenetele a konzervatívak kezelteknek, vagy az intravénás trombolizisen, vagy trombektómián átesettekkel. A felmérés az 6 hónap alatt sztrók utáni állapotokat hasonlították össze. Igen magas a betegszám, amit vizsgáltak, 150 beteget, ahol rekanalizációs kezelést csak 11%-ban végeztek, 3%-ban lézist és 7%-ban trombektómiát. És érdekes, hogy a nem konvencionálisan kezeltek idősebbek voltak, és súlyosabb volt az NIH sztrokkoljuk, vagyis súlyosabb volt maga a klinikai tünettanúk. És érdekes módon nem volt különbség sem a halál, sem a vérzéses komplikációk tekintetében a két csoport között, és ők arra jutottak, hogy a kimenetelt nem a beavatkozás vagy annak visszatartása, hanem a kezdeti állapot súlyossága határozta meg. Vagyis mely betegeknél merüljön fel, a nagyon súlyos eseteknél, amikor nagy érelzáródással állunk szembe, nagyobb testméretű a gyerek, és természetesen időablakon belül van, és nem gyulladásos az eredet. Itt egy ilyen gyerekről beszélnék, aki egy 13 éves, közel 60 kilós lány volt, aki dodzsemezett a testvéreivel, megrándította a nyakát. 3 nap múlva a testnevelés során ugrált és összeesett. A jobb oldali teljes hemiplégiája és kevert afáziája alakult ki. Feltételeztük a bal oldali média területi isémiás vagy vérzéses sztrókot, akkor még csak CT-vizsgálat állt akutan rendelkezésre, ami mutatta a bal oldali artéri cerebrum médiában a trombust, és a Doppler egy retrográd flót mutatott. Ő azonnal az OKTI-be találta magát, ahol egy bal artéria carotis communis és cerebri média főtörzs elzáródást diagnosztizáltak a DSA vizsgálattal, és a jobb artéria carotis internából a kommunikáns anterioron át bejutottak a baloldali médiába, és mechanikus úton lizálták a trombust. A beavatkozás után azonnal oldódott a szenzoros afáziája, és jelentősen mérséklődött a hemiparézis és a motoros afáziája. Másnap már sétálni tudott. A kontroll CT-t azért itt látjuk, hogy azért mutatott egy baloldali lakunáris infarktust, amit később az MR is megerősített, de ő klinikailag teljesen meggyógyult. Nem így ez a gyerek, aki egy strandolás közben egy fejes talpast ugrott, nem sérült, de a vízben olyan rosszul lett, hogy nem tudott lábra állni, és nem tudta magát kifejezni. Bekerült egy SBO-ra, ahol nem volt Goetz tünete, de zavart volt, és amnéziása történtekre, ezért készítettek egy natív koponya CT-t, ami negatív lett. 2 napig ott egy gyermekosztályon observálták, panaszmentesen távozott. De feltűnt otthon, hogy fáradékony, többet alszik, néha nehezen fejezik ki magát, és egyértelműen azt panaszolta, hogy a nyak mozgatására fáj a feje bal oldalon, és sugárzik a fájdalom a nyakba. 4 nap múlva ismét beszédzavara alakult ki fáradtsággal, de akkor a családorvosa azt gondolta, hogy hát agyrázkódása volt, vízhajtót kapott, és múltak a panaszok. Majd rá 11 nappal arra ébredt éjjel, hogy rettenetes fejfájása van, beszédzavara,
és pár óra alatt egy jobboldali végtag gyengeség alakult ki, hetekig béna és afáziás volt. Az akkor itt már ez a Rudas tanár úr készítették el az akut MR vizsgálatot, ahol egy hatalmas diffúziógátlást látunk, és jelfokozódást és ödémát a flair szekvencián, és a baloldali artéria karotis internába egy trombust azonosítottak, és a tofangiókon gyakorlatilag azt látjuk, hogy a baloldali karotis internába, meg hát gyakorlatilag a média ágrendszerében is nincsen áramlás. Sajnos az intervencióhoz túl késő volt, úgyhogy ennek a gyereknek nagyon rögös volt az útja, és 100%-ig nem is rehabilitálódott. És akkor itt van a január vége, február elejének a egyik legszorongatóbb esete. Ez egy 10 éves kisfiú, aki 40 kilós, miszcém miatt kezeltük, szteroidot, aszpirint, iviget és a centrális kanülje miatt preventív LMVH-t kapott. A intenzív osztályon töltötte egy laringospazmus légzési elégtelenség miatt 2 napot, onnan éppen hogy kiadták, rá fél órával egy teljes, komplett baloldali hemiplégiája alakult ki. 1 órával utána már elkészült az MR vizsgálat, ami mutatta a diffúziógátlást, és azt mutatta, hogy a jobb oldalt a cerebri média M2-es szakasza gyakorlatilag már nem telődik. És akkor itt volt a nagy kérdéssorozat, hogy mi az etiológia. Azt, hogy vaszkulitis lenne, amit ismert, hogy a miszcével párosulhat, azt nem támasztotta alá az MR. Hogy embolizációja lenne, az felmerült, mint lehetőség, mert a echokardiográfiás vizsgálaton 2 nappal előtte egy hipokinetikus balkamrát láttunk, plusz volt egy centrál kanülje, ugyan kapott LMVH-t, és nagyon fokozott volt, ez nagyon emelkedett volt, több ezres volt a D-dimerje. Mégis a döntés az lett, hogy átkerült az OKIT-be, ahol intervenció történt, és aspirációval gyakorlatilag a kezdetek után 3 órával sikerült a trombektómiát elvégezni, és látjuk is, hogy mennyire szépen megnyíltak az erek. És itt viszont lett egy szövődmény, a szövődmény, ami nem a beavatkozás kapcsán keletkezett, hanem az érintett területi kiskémiájában valószínű az erek gyengesége, és hát biztos valamilyen szinten belejátszott az, hogy terápiásra emeltük az antikoagulást, kapott egy vérzést. Akkor itt a nagy kérdés, hogy érdemes volt-e. Jelenleg a gyerek önállóan jár, a bal karjában is csak egy 3-5-ös parézise van, és azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ezt a szövődményt kaptuk, igenis érdemes volt, mert a lábát biztosan megnyertük, és az egész helyzet egy lényegesen kevésbé súlyos állapot is van esély a restitúcióra. Az egyetlen komoly probléma, ami hál' Istennek eddig nem lépett fel, hogy az agyba bekerült vér, az abból lebomló hemoszidilén az nagyon epileptogén, de jelenleg nem volt epilepsziás rohama és negatív az égéje. Pár szót szeretnék beszélni a COVID és a stroke kapcsolatáról. Érdekes módon gyerekkorban még a MISZ-C esetén sem nőtt az előfordulási gyakoriság, felnőtt korban viszont megnőtt az artériás és ischémiás stroke előfordulási gyakorisága a COVID járványa kapcsán. Mind a súlyossága, megnőtt a nagy érelzárodások aránya, és gyakran úgy, hogy a stroke volt az első tünete a betegségben. És ami érdekes, hogy csökkent a sikeres trombolízisek aránya, rosszabbak lettek a rekanalizációs arányok a trombektómiák után, és nagyon megnőtt a stroke mortalitása ezen populációban. Ezt azzal magyarázzák, hogy szisztémás gyulladás zajlik a szervezetben, hogy koagulációs eltérések vannak, és kimutatott az endoteliális diszfunkció is. A nagy kérdés az volt, a stroke hasábjain taglalták ezt, hogy ennek ellenére, ha valaki bejön, ugye a PCR-tesztre nem tudunk várni, az antigénteszt az ugye azért 40%-ban adhat fals negativitást, kell-e másképp kezelni. Jelenleg nincs válasz, de az időablak olyan erős tényező, hogy nem lehet ezekre várni, úgyhogy továbbra is alkalmazzák az intervenciós kezeléseket. És akkor átlépnénk a gyerekkori hemorrágiás sztrókra, ami ezért leggyakrabban vaszkuláris malformációk ruptúrájaként alakul ki, vagy hematológiai megbetegedésekhez társulhat, leggyakrabban trombocitopéniához.
ritka az aneurizma ruptúra, és sajnos van, amikor nem találjuk meg az etiológiát, ilyenkor azt feltételezik, hogy egy nagyon pici vaszkuláris malformáció ruptúrált, ami a vérzés kapcsán elzáródik. A mortalitása az akár 25%-ig felmehet. A klinikai tünettana sokkal erőteljesebb, mint az isémiás stroke. Általában van egy nagyon-nagyon erős fejfájás, amit hány inger és hányás követ, ami után általában fokális, és minél kisebb a gyermek, annál inkább bilateralizálva nagy rohamok alakulnak ki, amikből nem is mindig tisztulnak fel, tehát tudatzavarok van és góctünetük. A csecsemőknél és a kisdedeknél lehetnek a specifikus tünetek, mint hogy vigasztalhatatlanul sírnak, nem alszanak, irritábilisak, nem esznek és centralizált a kerengésük. A klinikai tünetek a betegek 70%-ánál percek alatt alakulnak ki, ők általában egy órán belül már kórházba kerülnek. A tünetek kialakulásának a gyorsaságában meghatározó a vérzés nagysága, elhelyezkedése, az agykamrákba való betörése és a következményes hidrokefalusz kialakulása. Azonnali képalkotó vizsgálatot kell csinálni, ami továbbra is azt mondjuk, hogy ha elérhető az MR, MR elérhetetlensége esetén kizárólag vérzés kizárására megengedett a natív koponya CT vizsgálat elvégzése, és ami nagyon fontos, hogy párhuzamosan kell végezzük a vérvizsgálatokat, hogy mi hamarabb kiderüljön az ilyenfajta hematológiai ellenet, és kezelhessük. Differenciál diagnosztikailag ezt a tünet együttest is az artériás és isémiás stroke-tól, vagy a stroke mimikektől kell elkülönítsük. Ha összehasonlítjuk az isémiás történést a hemorágiással, akkor látjuk, hogy mennyivel magasabb a hemorágiás mortalitása. Érdekes módon viszont, ha túlélik, akkor a maradvány tünetek kevesebbek. Mit tehetünk a sürgősségi ellátás kapcsán? Mindenképpen csökkenteni kell a koponyaőrnyomást, és inkább ajánljuk a hipertóniás 3%-os nátriumklorid oldatot, mint a mannizolt, mert sokkal kevésbé van reboundja. Amennyiben trombocitopéniát igazolunk, akkor vérlemezket transfúziót kell alkalmazni. Ha véralvadási zavar van, akkor K-vitamin plusz véralvadási faktor pótlást adjunk. Amennyiben a hemorrágiás stroke antikoaguláns kezelés mellett alakult ki, akkor azt le kell állítani, és ha lehetséges, akkor specifikus antidotumot kell adni, ha nem lehetséges, akkor faktorpótlás, és azonnal konzultálni kell az idegsebészen, aki el is látja. Ez sajnos egy két héten belüli eset, ahol a gyerekroham a személyzeten nagyon sokat segített. Egy 12 éves fiúról van szó, aki egyik este iszonyú erős fejfájásra panaszkodott, hányt, utána eszméletét veszített és görcsölni kezdett. A kérkező mentő még görcsölni látta, így segélykocsit hívtak, a gyerekmentő a helyszínen intubálta és eseménytelenül szállította, ami nagyon jó volt, hogy telefonon már értesítettek mindnyájunkat, úgyhogy egyenesen az MR-vizsgálóba ment, és közben paralel történt a laborvizsgálat, és az MR-vizsgálatot követően a gyerekroham szállította tovább az OKT-be. Itt látjuk a koponya MR-vizsgálatot, egy hatalmas, hatalmas is vérzés van, ami egy nagyon nagy perifokális ödémával és isémiával van körülvéve, és amiért nagyon sokáig tartott az MR-vizsgálat, hogy gyakorlatilag megadta a diagnózist, hogy egy egyérrel táplálkozó arteriovenózus malformációban álltunk szembe, ami a médián akozák rendszeréből kapta az afferens ágait. És azt látjuk, hogy ilyen iszonyatos a középvonal eltoródás, úgyhogy itt fennállt az unkális herniációnak a veszélye is, és az isémiában pedig a vaszospazmus lehetőséget vetette fel a Balázs doktor. Balázst pár óra múlva éjjel megműtötték, és ezek az első posztop képek, ahol látjuk, hogy a hematomát evakuálták, azt látjuk, hogy a területben az isémia megtette a hatását, de hogy az AVM-et is kivették. De sajnos olyan malignus agyödémája alakult ki, hogy a 24 órával később de kompresszív kraniektómiára kellett sor kerüljön, most pedig szeptikus állapotban elég rosszul van, tüdőgyulladása van. Ez egy kevésbé megrázó történet, egy
17 éves antikoncipiens nemszedő leányról szólt, aki ráadásul nagyon feszült volt, és korábban migrénes volt. Előre hajolt, és heves tarkótáji fejfájása lett, a fejét nem bírta mozdítani, sápat lett, és hányni kezdett. De mire bevitték egy gyerekosztályra, a fájdalma enyhült, étvágytalan volt, de fent tudott járni, és az akkor készült szemfenék vizsgálata épp volt, nem tudtak CT-t csinálni, mert elromlott a gép. Másnap este és éjjel a panaszai annyira felerősödtek, hogy, és hányni kezdett, hogy ide küldték az intézetbe. Amikor először vizsgáltuk, akkor egy nagyon nagy beteg benyomáskeltő sápadserdülő, mert találkoztunk, akinek kötött volt a tarkója, de nem volt gócszünete, és tudatilag teljesen tiszta volt. És az etiológia, ugye az első CT, ami nálunk készült, az megmutatta azt, hogy a kamrákban vér van, és az MR vizsgálata végén a talamusznak, a jobb talamusz felső részén egy pici arteriovenózus malformációt talált, amit később DSA-val is megerősítette. Az akut szakot áthoztuk fájdalom és vérzés csillapítással, és sugárterápiával elsorvasztották az AVM-et, és ő meggyógyult. Ő pedig az a ritka eset, egy 7 éves lányról van szó, aki nagyon sokat volt napon, de már előtte való napokban is imelgett, egy diffúz fejfájás panaszolt, hányt, és olyan lassú volt, ezt mondta a szülő. Gyakorlatilag, amikor bejött az SBO-ra, orientált volt egy nagyon enyhe tarkókötöttsége, semmi gócszünete, de magára hagyva szeretett aludni. A pehje talán az volt, hogy szubfebrilis lett, a szemfeneke épp volt, felmerült bennünk, hogy enkefalitisze vagy meningitisze van, de az égje negatív volt, ezért meglombáltuk, amikor véres likvort kaptunk, és ebben a likvorban ezt felvetette a gyanúját annak, hogy mégis koponyőrű vérzéssel állunk szembe, és a CT-je igazolta is a baloldali, a cerebri média lefutása mentén a hiperdenzitást, tehát egy szubaraknoidás vérzést. És ami döbbenet volt, hogy a kamráj elkezdtek tágulni, ez pár óra alatt történt, azért, mert annyira pehje volt, hogy az akveduktuszba beállt. Tehát, hogy gyakorlatilag ott elzárt a vér a likvor áramlási útját. És akkor, hogy annyira szerencséje volt viszont, hogy egy rossz, nem gyerek rohan vitte, hanem egy régi mentőautó, aki lerobbant a MRKK-ba való szállítás kapcsán is defektet kapott, de nagyon sokat rászkódott előtte. És az MRKK-ba érkezve már a likvor cirkuláció zavara teljesen elmúlt, ez a vérrög, ez kirázódott az akveduktuszból, úgyhogy ennyi volt a szerencse, és ott viszont az MR vizsgálat feltárta, hogy kétoldali, a cerebri média oszlásánál található aneurizmája van, amely közül az egyiket 24 órán belül spirállal endovaszkulárisan ellátták az okitív, a másikat pedig egy év múlva. Ő teljesen jól van és meggyógyult. És akkor áteveznék most egy kicsit békésebb területekre, a vénás rendszert érintő keringészavarakra. Ez egy olyan gyerek, akinek fájt a füle, kapott antibiotikumot, ezt meggyógyultnak jelezték. És aztán utána az édesanyja azért hozta, mert vágyat volt, aluszékony, de olyannyira, hogy ette a levest és beleesett a feje a tányérba, de láztalan volt. És egy reggel azt mondta, hogy kettős látása van, fáj a feje, a ferdén tartotta a fejét, fájlalta a nyakát, de láztalan volt. És akkor találtunk nála egy bal abducens parézist, egy tortikoliszt és egy baloldali perifériás faciális parézist. Ugye milyen betegségekre gondolhattuk? Felvethettük volna, hogy nincs a parainfekciózus enkefalitisze, nincs a otogén szinusztrombózisa, de sajnos a hátsó skálai térfoglaló folyamat lehetősége is felvetődött, vagyis mindegyik lehetséges volt, akut MR vizsgálatot kellett készíteni, amit a Barsi professzor úr végzett el, aki ahol itt a nyilak berajzolta, itt a jobb színusz transzverzuszban és szigmoideuszban egészen a jugulári szinten máig egy hatalmas trombust azonosított. És mellette masztoiditisze volt, és ami a nagy petje volt, hogy a baloldali színusza az hipopláziás volt. Most itt egy fordított képet látunk, de azt látjuk, hogy gyakorlatilag alig van vénás elvezetése a felszíni vénákon, a mély vénás elvezetése az viszont működött. Ez
másfél hónappal később van már a kezelések hatására, amikor megnyílt ismét már a korábbi hipopláziás vénája, és ő belőle orvos lett, és sokkal később, ez akkor készült már ez a kép, jó pár évvel később, ahogy látjuk, ahogy az összes emisszárium vénát használja a szervezet a kiesett színuszbeli áramlásnak a pótlására. És akkor, ha a vénás vér elvezetése nem kielégítő, akkor előfordulhat sajnos isémia és infarktus is az agyba. Ez egy 20 őszén kezelt beteg, akinek a színusztrombózisa sajnos fokális agyi lézióval is társult, és ami a baj, hogy akutan nem is volt olyan erős a tünettana, de most a gyógyulásában megjelentek az ellenoldali végtagon a túlmozgások, amiket nagyon-nagyon nehéz befolyásolni. Tehát milyen a gyerekkori színusztrombózisnak a tünettana? A likvord felszívódási zavar miatt fáj a fejük, hány ingerük van, hánynak, letargiások, általában kettőt látnak az abducens parézis miatt. A szemfenéken látjuk a papillaödémát és a csikolt vérzéseket, és ami nagy baj, hogyha ez tartósabban áll fenn, akkor a látóideg funkciók is romlanak, vagyis a vakság veszélyével jár. A színusz kavernózus trombózis esetén pedig egyoldali ptózis és a hármastól hatos agyideg parézisével találkozhatunk. A színusz trombózis lehet tünetmentes, fejsérülés vagy fejnyaksebészeti beavatkozásokat követően. Ez egy olyan lány, aki antikoncipiens szedett, és egy tüsszentés után kialakult egy elég erős és intenzív fejfájása, amivel őszintén megmondom, hogy 2 vagy 3 napig nem kívántunk foglalkozni, épp volt a szemfeneke, fájt a feje, éjjel nem ébresztette, nem hányt, de mikor a 4. napon is azt mondta, hogy ez tűrhetetlen, készült egy MR-vizsgálat, és ez bizony igazolta a sinus sagittalisba, a superiorba a trombust. Ő gyakorlatilag maradéktalanul meggyógyult, és nem lett trombofíliás, tehát nem találtuk ki, tehát egy etiológiai faktor volt az antikoncipiens, de mellette nem sikerült a trombofíliát azonosítani. Ez az a gyerek, akit megmutattunk, akinek a színusz trombózisának a hátterében azt tudjuk még, hogy nagyon markáns trombofília nincs, de most vannak a vizsgálatai folyamatban, és ő az, akiről beszámoltam, hogy napok alatt olyan mértékűvé vált ez a trombózis, hogy kialakult a kétoldali törzsduci jelzavara, és most már csak nem rekanalizált a színuszai, de ennek a jobb oldali törzsduci jelzavarnak a következtében van egy bal kar túlmozgása, ami igen zavaró. Ez a lány, ezt 2020 karácsonyán kaptuk őt ajándékba, aki 16 évesen egy zavartalan várandosságot követően spontán szült, és még a szülészeti intézményben jelezte, hogy fáj a feje. Azért kellett hosszabban bent tartózkodni, hogy gyámság alá vegyék a gyermekét is, és a fejfájást azt folyamatos, egyre erősödő, éjszaka ébresztő fejfájásként jellemezte, az egész fejtetei szorított, nyomott, és időnként még hányt is hozzá. Ennek ellenére otthonába ment, majd többször visszalátogattak az SBO-ra, ennek a kórháznak az SBO-jára, de a neurológiai státusza negatív volt, így mindig a valamilyen infekciót kerestek. Aztán január 2-án a jobb kezét és a lábát nem tudta megmozdítani, disztális túlsúlya, zsibbadtak a végtagjai, hullámzóan nehézkes volt a beszéde, oldalra tekintéskor 2 látott, hányt. És amúgy is egy vézna lány volt, de a szülés óta 5 kilót fogyott, mert nem tudott enni. Akkor ismét bekerült a vidéki kórháznak az SBO-jára, ahol észlelték, hogy jobboldali hemiparézise van, és a pulzusa 62-es. A dédimeri 1000 felettést csináltak egy koponya CT-t, ami több bábban felvetette a színusztrombózis gyanúját, így került hozzánk. Ilyen képpel még nem találkoztunk, egyikünk se. Ez a kontrasztos artériás angiónak a vénás fázisa, ahol azt látjuk, hogy gyakorlatilag egyik színuszban sincs áramlás, és utána itt látjuk, hogy itt lehet végig azonosítani hatalmas trombust, és gyakorlatilag ez egy nagyon friss trombus volt, és ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy nem kapcsolódott hozzá állományi vérzés. Ő klinikailag nagyon rosszul volt,
Tehát éjszaka 38-as pulzusokat is mértünk, és a dehidrálással is egy határon túl a trombózis esetén vigyázni kell. Egyfelől, hogy ne fokol, az exikáció ne roncsa tovább a helyzetet, másfelől meg, hogy mivel mi 3%-os nátriumkloriddal dehidrálunk, hogy azért ion eltéréseket hosszantartva azért szoktunk látni. És 3 héttel később oly szerencséje volt, hogy teljesen, csak nem teljesen rekanalizált apró trombózisai vannak, fali trombusok vannak még, és ő LMVH-val az otthonába távozott. Mik azok a rizikófaktorok, amik hajlamosítanak a gyerekkori szinusztrombózisra? Általában több életkor specifikus rizikófaktor együttes előfordulása a jellemző, és sok ezek közül befolyásolható, ezért gyermekgyógyászként érdemes figyelni rá. Ilyen a láz, ilyen a Vasi János anémia, ilyen a kiszáradás, és ilyenek az infekciók, amik leginkább a fej és nyak régiójában előfordulóak. Az immunbetegségek kapcsán sajnos több ilyen beteg van, akit a gastroenterológiával és a nefrológiával közösen gondozunk, hogy nefrózis szindrómához társulhat igen gyakran, meg az IBD-sek közt is előfordul jócskán szinusztrombózisos. A szívbetegségek esetén, ahol csökkent a vénás visszaáramlás, számolhatunk bele, gyerekkorban extriglivita, a tireotoxikózis, viszont számos szinusztrombózist láttunk a hematoonkológiai osztályon, ahol a akut limfoid leukémia kezelése kapcsán bizonyos gyógyszerek, különösen az L-aszparagináz a fokozott véralvadékonyságot okozhatnak. Számolnunk kell a trombogén gyógyszerek alkalmazásával, ilyen a szteroid és ilyenek az ösztrogén tartalmú antikoncipiensek. A trombofília, arról azt kell tudni, hogy megnöveli a retrombózisnak a rizikóját, és extrém ritkán homocisztinúria is állhat a hátrében. Érdekes az, hogy az újszülöttek és a gyerekek esetében a véralvadás gátló kezelés tekintetében nincsenek jól megtervezett és kontrollált vizsgálatok, sem akut, sem krónikus alkalmazás kapcsán. Ezért szakértői vélemények vannak, vagy egyes vagy több központos vizsgálatok, és viszont a felnőtt ajánlásokat próbálják extrapolálni. Felnőtt ajánlás kapcsán, a szinusztrombózis kapcsán az antikoagulálás biztonságos és hatásos. Az Európai Gyerekneurológiai Társaság szintén kiadott egy ilyen állásfoglalást, miszerint a gyermekek jól tolerálják az antikoagulást, ez a mi tapasztalatunk is. A trombózis akut szakában alkalmazott antikoagulás kezelés csökkenti a halálozást, csökkenti a súlyos neurológiai maradványtüneteket, jobb kognitív kimenetet biztosít. Tehát ha nincs kontraindikációja, az akut szakban antikoagulás kezelést kell kezdeni terápiás dózissal. Egy biztos, hogy az antikoagulás kezelés a retrombózis kialakulásának az esélyét csökkenti. Meddig kezeljünk? Ez megint nagyon nehéz. Idiopátiás vénás trombózis esetén egyesek 6, mások egészen 1 évig kezelnek. Szekunder vénás trombózis, tehát például egy koponyatraumához kapcsolódó szinusztrombózis kapcsán elég 3 hónapig kezelni, és monitorozni kell a gyógyszer hatását, amit alkalmazunk. Magunk LMVH-t szoktunk adni a kezdetekben sűrűbben, aztán utána, ha nincs súlyváltozás, akkor már nem szoktunk antitézát nézni, csak havonta a trombocita számot ellenőrizni. Tehát itt van ez, amikre hivatkoztunk, hogy az Amerikai Hematológiai Társaság is azt mondja, hogy inkább antikoaguláljunk, mint nem. Még a vérzéssel együtt járó szinusztrombózis esetén is inkább antikoaguláljunk, mint nem. A vérzések nagysága nem nő. Viszont trombolízist ne alkalmazzunk. Gyermekkorban szerencsére a halálozás 10% alatti, a neurológiai deficit 17 és 79% közötti. Azért szórnak ezek az adatok, mert felszíni vénás tátszagitáni superior szigmoides transversus vagy jugularis elzáródás esetén alacsonyak a neurológiai deficit tünetek, míg a belső vénás elvezető rendszer trombózis esetén nagyon-nagyon súlyosak. A gyógyultaknál viszont gyakori a tartós fejfájás, előfordulhat látáskárosodás és tartós abducens bénulás és tanulási zavar. Előfordulhat utána a fejlődésbeni elmaradás, hemiparézis.
Újszülötteknél a halálozás sokkal magasabb, sajnos 50%-uk súlyosan károsodott lesz. Követni nagyon sokáig kell ezeket a betegeket, egy évig kell őket szemészetileg és neurológiailag ellenőrizni, és azt, hogyha például egy szinusztrombózis utáni gyerekhez kimegy a mentő egy súlyos fejfájással, fel kell vetni azt, hogy nem alakult ki hidrokefalusz, nem alakult ki retrombózis, vagy ha még úgy ment haza, hogy nem volt teljes a rekanalizáció, akkor a kezelés ellenére nem lett kiterjedtebb a trombózisa. MRI-vel is szoktuk követni őket, és azt érdemes tudni, hogy a rekanalizáció nem feltétele a gyógyulásnak. Tehát az európai adatok 46%-ban teljes és 42%-ban parciális rekanalizációt említenek. A visszatérés esélye az 10-20%-ban jelentkezik, és érdekes módon, különösen ha feltárjuk az alapbajt, akkor ennek 50%-a nem is agyi eredetű. Nagyobb az esély, ha az első trombózis 2 éves kor alatt keletkezett, ha tartósan nem antikoagulálták a beteget, ha nem történt rekanalizáció, vagy igazolódott a protrombingén mutációja. 70%-ban az ismételt trombózis 6 hónapon belül jelentkezik, éppen ezért mondja a legtöbb ajánlás, hogy 6 hónapig optimális kezelni. És mint ahogy ezekből a történetekből hallották, a stroke ellátás az csak csapatmunkában lehetséges, és mindenkinek, aki ebben részt vett, nagyon köszönjük, mert így érdemes együtt dolgozni, és köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen, elnézést a hangtechnikai problémákért, de szerintem élvezhető volt, nagyon izgalmas volt, köszönjük. Nekem egy kérdés, ami fölmerült, hogy ugye ez egy ilyen magas időfaktorú betegség, ami felnőtt ellátásban mindennapos, gyerekeknél viszont nem mindig gondolunk rá, és hogy esetleg van-e olyan technikai jó tanács, vagy a múltból egy élmény, hogy lehet ezen a eltelő 20 perceken, fél órákon esetleg javítani, vagy hogy tudjuk ezt? Szerintem ez a legutolsó eset, ez egy nem a misztés, mert ez benn volt a kórházban, hanem a hemorrágiás stroke az brilliáns volt, mert szóltak, értesítve lett mindenki ott volt már, ahol kellett, azt tudom, mert a kolléganő, aki ott volt, ő felhívott, hogy milyen hosszú volt az MR vizsgálat, és pont azért értem ki rá, hogy néha nem csak annyit kell, néha meg tudja az ember segíteni az intervenciost azzal, hogy már megmondja, hogy mi az eredete, tehát ezért volt hosszabb, de utána, tehát ebbe például brilliánsan történt. Amit én nehézségnek látok, az isémiás ellátás, hogy ott valahol mindenki egy kicsit úgy ül a babérjain, de a Balázs főorvos, aki vezeti az ember, ő mondta el, hogy ahol Amerikában volt hospitálni, ott azt látta, és az volt a főnök filozófiája, és én ezt látom, hogy nálunk ők ezt követik, hogy amennyiben stroke gyanúval hoz a mentő valakit, akkor az aktuális vizsgálatot lezárják, még akkor is sajnos, ha az egy altatott beteg, ami esetünkben gyakori, és betolják azt a gyereket, és megnézik, hogy igaz-e. Ezt megéltem felnőtt vonalban, és már egy kollégánknak volt egy ilyen gyanúja, hogy tényleg lezárták, ő ment be. Tehát, hogy mi itt, ez a Dalton Needle Time, ez nagyon-nagyon számít, és az biztos, hogy még őszintén azt gondolom, hogy azzal, hogy ebben nekünk is folyamatosan, amikor ez az akut ellátás felmerült, hogy mi is kezdjünk ellizálni, akkor a legnagyobb ellenvetésünk pont az volt, hogy a gyerek a 16 év fölötti jobban jár azzal, hogyha egy olyan helyen van, ahol ez egy mindennapos rutin, és nem mennek el percek ezzel, azzal, amazzal. De még azon gondolkoztunk, hogy az SBO-ra írunk egy ilyen stroke protokollt, de pontosan emiatt, hogy az idő.